elmaradnak a március 15-i események Pakson, tehát most vasárnap. Szabó Péter Paks polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a március 15-i ünnepségek elmaradnak Pakson. Mint fogalmazott, vasárnap 10 órakor a Szent István térre várták volna a megemlékezőket, Süli János miniszter ünnepi beszéde után pedig Szól a Szabadság címmel kezdődött volna a rendhagyó műsor, nem csak fiataloknak. Este a Csengei Dénes Kulturális Központban tartották volna az ünnepséget, de mindkét program elmarad a koronavírussal kapcsolatos megelőző intézkedések miatt. Szabó Péter kiemelte, a megelőzésben külön figyelmet kér a város civil szervezeteitől is. Azt szeretném javasolni a civil szervezetek és egyesületek számára is, hogy kerüljék március 15-e kapcsán is, meg egyébként is a tömegeket vonzó rendezvényeket, programokat. Ha tehetik, akkor halasszák el, vagy ne tartsák meg. Még korábban számoltunk be róla, hogy a város oktatási, valamint közintézményeibe fertőtlenítő berendezések kerültek, ezen felül tájékoztató plakátok is mutatják, hogyan védekezhetünk a vírusok és kórokozók ellen. Szántó Zoltán Paks alpolgármestere a téma kapcsán kiemelte, a megelőzés részeként folyamatos a párbeszéd a népegészségügyi szervekkel, hatóságokkal, aggodalomra a térségben nincs ok. Tolna megyében nincs regisztrált megbetegedés, úgyhogy aggodalomra jelen pillanatban nincs ok, minden közszolgáltatás akadálytalanul működik, és működni is fog. Tehát indokolatlan egyébként az élelmiszerek felhalmozása. A megelőzés részeként a vasárnap esti, március 15-i tisztes polgár kitüntető címátadása is elmarad, az elismerést májusban a Városnapján veheti majd át a kitüntetett.